Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Megjelent a FIFA 17 demo, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Hát a megjelenés napján éppen dolgoztam, de este, amikor hazaértem, megpróbáltam leszedni, hát nem sikerült, mivel összeomlott az egész Origin szerver, úgyhogy csak másnap tudtam leszedni, meg felvenni, de nem is bánom. Tehát így most már normálisan fog futni, ha minden igaz. Előzetesen már a játékot beállítottam. Remélem nem lesz hangos, meglátjuk majd. De lehet, hogy még halk lesz. Nem tudom. Mert profin játszunk 4 perces, ugye ezt nem lehet változtatni. Egyféle labdával. A szabály ugye ugyanaz maradt. Na majd meglátjuk meccs közben, hogy milyen a hang. Nézzük meg akkor az első meccset. Hát ugye elég sok csapatot kaptunk. Real Madrid, az amerikai Sounders, a mexikói Tigers, a Bayern, a Chelsea, Gamba Osaka Japánból, Inter, Juve, City, United, Lyon, Párizs, és ennyi. Egy United City meccsel fogok kezdeni. Csak hazai meg vendég megvan, harmadik számú még nincs. Nem tudom, hogy hány FPS-sel megy a játék, megmondom őszintén, mert nem írja ki. Fogalmam sincs, hogy miért. A felállás, game settings, Stamford Bridge-en játszunk, vagy a... Ez nem tudom milyen stadion. Legyen Knight. És akkor nézzük a csapatot. Hát itt ugye félig meddig már bent vannak az új igazolások, de nem minden csapatnál. Mondjuk úgy, de jó lenne tudni, hogy mennyi FPS-sel megy a játék. Itt Italian, Rooney, Ibra, Schneiderlin, Pogba is itt van. Luke Shaw. Az elefántcsontparti passzi is. Hát Valencia helyére nekem, Darmian, nem szeretem Valenciát, megmondom őszintén. Blind meg most, amit a City ellen csinált, az kritikán aluli volt. Youngot sem nagyon kedvelem, Lingard az maradhat. Januzaj ugye már nincs nálunk. Bortic Johnson is sincs nálunk már. Kane sincs nálunk. McNair sincs. Pereira sincs. Úgyhogy most egyelőre az átigazolások azok még nem egészen olyanok. Depay, Mata. Valencia nem hiszem, hogy kell lesz. Schweinsteigert berakom Schneiderlin helyére. Jó, jó lesz, így kezdjük akkor a meccset. Remélem minden ugyanúgy van irányításilag, ahogy eddig. Welcome everyone, I'm Martin Tyler, he's Alan Smith, and we're going to talk about this match today from the commentary position. A musicot azt levettem nullára, természetesen nem akarok copyrightot. Hangos lesz. The city of Manchester, we've got Manchester City against Manchester United, but the whole area is infected with football enthusiasm, and now Manchester City can take on Manchester United really head to head. Yeah, can't they just, the noisy neighbours are here to stay, I think, and this one should be close. Az új igazolások, Sané, Gündogan, Nolito. A super Swede, Zlatan Ibrahimovic, who's a hard man to contain. I don't envy the central defenders against him. He's just so physically imposing as much as brilliantly talented. And it's so hard to keep him quiet. Jó sikerült a grafika. Sergio Aguero, as always, looking really raring to go. Yeah, and he looks really fit as well. That's not always been the case, so... Végre normálisan tudnak kezet fogni, úgy látom. Mhm.
Nasri ott volt a padon, pedig már ő sincs a csapatnál. Mourinho. Most meg a felállások. This is then the Manchester United lineup. David De Gea starts in goal. Luke Shaw starts alongside Matteo Darmian in the fullback positions. Zlatan Ibrahimovic is the lone striker today. Hát is itt van még úgy látom. Bakary Sanya starts with Gael Clichy as the wide defenders. Ilkay Gundogan plays with Kevin De Bruyne in central midfield. Sergio Aguero is the Mangala is itt van még. Hát igen, az eltigazolások azok még. Manchester United in perspective for us. Állítok már a hangon. Elég hangos még. Alan, really, the extra competition that they face in the search for trophies. They've won so many in the Premier League years. Well, of course, and they've got their rivals across the city. Meglátjuk, milyen profi szinten, ugye 4 perc, lejátszok azért egy pár meccset. Jó, hát elég furcsa, mintha egy kicsit instabilon menne a játék, nem tudom, hogy mennyi FPS-em lehet. Egy is góllal annyit a City. Egyáltalán nem lett meg. Wonderful side foot. He knew exactly where the keeper was, and in fact, he couldn't get there. Number 17. And that has opened the scoring. 1-0 here. Now Bastian Schweinsteiger. They have produced some splendid matches, these two Manchester rivals, in recent seasons. Some high-scoring games as well. Yeah, we've seen some crackers. United have a strong squad, and never forget that 4-2 victory at Old Trafford recently. A grafikai beállítások automatára vannak állítva. Tehát elvileg a 60 FPS-nek meg kéne lenni, de nem hiszem, hogy megvan. Nem egészen Rooney-t akartam indítani. Mindenképpen elő szeretném rendelni, elő is fogom. Nagyon kíváncsi vagyok a Hunter gyerekes módra is. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Jónak tűnik egy-két dolog, ami eleinte furcsa, de amúgy jó. Jónak tűnik. Ugye az irányításban van egy kis furcsaság, meg úgy érzem, mintha nem lenne meg a 60 FPS. Now Fernandinho. Sergio Aguero probing away, trying to find room for a shot maybe. Spaced across the ball now. Cross now from Bakary Sanya. United trying to. Jaj, de rossz ötlet volt ez. To business as usual. Well, this is Zlatan Ibrahimovic. Azaz. Na nézzük, milyen gyors Italian, az örmény. Ó, bal. Mindig a rossz megoldást választom. This is an exercise in patience as they try to get an opening.
challenges for the ball. And now the shot. Kezezést bekapcsoltam 16-oson belül. They might open them up now. Terrific tackle. 2 minutes of added time. That's what it says on the board. Henrik Mkhitaryan to reach for it, slid into the tackle. That's half time at 1-0. Fél idő. Hát még szokni kell. First half. Verdict on Kevin. Jó, szép lett a grafika, nagyon, nagyon jól néz ki minden. Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal to put his team ahead. He'll be. Még nem cserélek. And setting the ball rolling for the second half, Manchester United. Wayne Rooney. Zlatan Ibrahimovic. Impressive attacking play here from Manchester United. Doing well to keep the ball. Damian. Here's Martial. Azt a kurva is eléri. Sané volt az. Jól láttam. Signals for the throw. They've got the ball rolling again straight away. Clichy clears it away. Ja, a hétvégén bemutatkozott Hart és Bravo is. Mind a ketten potyával. Ugye Hart a Torinóba, Claudio Bravo meg a Cityben. Mind a ketten potyáztak egy jó nagyot. Mondhatni, Hart hozta a formáját. Ez meg egy jó nagy helyzet Aguero-tól. Közben Touré jött fel Fernandinho helyére. Hát jaj, a Touré nem sok lehetőséget fog kapni Guardiolától, én úgy gondolom. Manchester City are on the attack now. He went in well. Now Anthony Martial. Pogba. Well, we're two thirds of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Asztalva. That's United's free kick. De komolyan, hogy az izzadság is látszik a fején. Sliding in and taking his part in the game into a dangerous territory, really. Yeah, I think so. And it was a poor tackle. It was bad. Tippeket ad. Hát én nem cifrázom túl. Attacking now. He's got his shot off now. Coming up now, a corner. The ball's just deflected behind for that. Mhm. Elég rossz helyre jöjjeltem be. Ez volt az egyik újítás. Úristen, gyereket, mit csináltok, geci? Napokba. Most már is tegére elfáradt. Talán még Matát behozom. Meg Rooney helyére Rashfordot. Manchester United want to make a change now. Henrik Mkhitaryan. Attack building for Manchester United. And they're passing so well out there. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first though. Three changes. Nolito is lejön a Citynél, David Silva megy fel a helyére. Vegyük már el valahogy tőle. Sergio Aguero.
So we're coming down now towards the last 15 minutes. Looking for an opening with some good controlled build-up. Well, that was looking good and now it's turned over. Na, Rashford lehet menni. Az egy ibrakadabra. Hát élőben is hozza azért a formáját. Csak beletette a lábát. Guardiola kiakadt. Kicsit még lejjebb veszek a hangból. Hangos lesz szerintem. És Rashford gólpasszal segítette hozzá a gólhoz a csapatot, gyerekén beállva. Ajajajajaj, de fáradt. Jó volt pedig az összjátékás volt is Mata között. Nagyon bemívelem. Hát ez meg gyenge volt Matától. Shows three added minutes. Eliakim Mangala. Well, the referee's blown the whistle. Na, nem tudom, most 11-esek vagy hosszabbítások? Vagy hosszabbítás? Legyenek 11-esek egyből. Nem fogok szórakozni a... Igen, mozgassam a játékos. Nem tudtam, hogy mit hogy kell állítani, de már magától előtt az volt a baj. Ez nem tudom, hogy eddig mi volt. Hoppá, Ture is kiadja. Jó, akkor hátrébb állunk Matával. De, aha, ez teljesen más lövési mód, mint a, mint az eddigieknél. Jó. Ezt még nagyon meg kell szokni. Erőt kell belevinni először, utána majd az irányt. Ez nagyon szokatlan, ez új 11-es lövési módszer. Na, ez már valami. Na, ha Silva berúgja, akkor nyernek. Azaz. Én meg, ha ezt kihagyom, akkor őt nyernek.
most meg nem láttam a nyilakat. Ah, pont az ellenkező irányba. Jó van, hát ezt még tanulni kell, hogy ez itt mi hogy van. Hát a grafika az óriási lett. A mindent eldöntő 11-es. Jó van, jó lesz ez. Hát ezt minden meccs után ki fogja nekem írni. Nézzünk meg még egy meccset. Úgyhogy Real Barcát. Ja, nincs is Barca, jó. Lyon, United, City, Juve. Legyen egy Real Bayern. Itt van Ödegaard is. Itt van Silva is. Akivel problémák voltak, ugye megpróbálták kölcsönadni a Marseille-nek, de megbukott az orvosin. Azt mondták, hogy valami baj van a szívével. Ramos. Martin Tyler here with you as usual and delighted. Ugyanúgy a Stamford Bridge-en Real Bayern. Ez is egy klasszikus párosítás a BL. A BL-ek történetében. Müller, Ribery, Lewandowski, Thiago is ott van, Xabi Alonso. Hummels, Alaba, Boateng, Neuer, Lahm. Hát igen. Jól néz ki nagyon. Nézzük a meccset. Azt hittem, hogy úgy emlékeztem, hogy a Barca is benne van. Az már kint volt. Ojjaj. Navas. Még egy. Good pass, getting it forward.
de jól tartja meg a labdát. Szabálytalan is voltam. Tiago rúgja. Jön a hab. Hát ennek a habos dolognak még elég kezdetleges. Az animációja. Oh, that is wonderful stuff. Pepe. Modric. Karim Benzema. Philipp Lahm. Thiago. Short passes, but they're keeping the ball. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football, but nem egészen oda akartam az indítást. Douglas Costa working on his birthday, playing for his team. Some potential in this move. Working hard just to see maybe a sight of goal. Trying to get behind the defenders to get in a good cross. A timely challenge. Azaz, ez Benzema volt, ez jó támadás volt. Hát a hosszúra. Jó, nagyon jó. Jó lesz ez a játék. Még 15 nap van a megjelenésig. Jó, de rossz helyre adtam megint. Thiago. Catching football really, it just got to a stage where they actually took the eye off the ball literally and they've lost the ball. Well, this attack got a bit of menace to it, confident and quality on the ball. Az már túl lett cifrázva. Nem, jó kis támadás volt ez is. Crisp defending there. Az les. Nem leső, de leső jött vissza. Mint ez egyértelmű. Majdnem megvolt. Tackle here. Toni Kroos. Good forward play from them. Azt a rohadt, milyen indítás volt ez is, hát nem oda akartam ezt se. És fél idő. Jó, tetszik, jó lesz. Good first half, thoroughly enjoyable, and Real Madrid leading as we start the second half.
attacking well here. Tremendous understanding from these players. Well, they're building steadily here, working away. De jó életű a mozgás a játékosoknak, beszarás. Azok az egyéni labdakezelések, passzok, amik vannak a játékosoknál, azok nagyon jól megcsinálták. Here's Douglas Costa. Xabi Alonso. Well, they've been really bursting to get on, those players on the bench, and one's going to be lucky now. Now they've got a chance in this part of the pitch. And that's broken up by the defender before the cross could Douglas Costa kifeküdt. Ajajaj, Hummels utolér. Modric. And this could be an opening for Real Madrid. Toni Kroos. Real Madrid looking good with this attack. Got the tackle in. Good play. But they've lost the ball now. And the opposition could get at them. Hummels. Mert legközelebb beljebb húzom egy kicsit a grafikát. Kimmich jön fel Alonso helyére. Hopp! Nekiputott. Ugye most a hétvégén is gólt szerzett, meg a BL-be is gólt szerzett tegnap. Ráadásul tegnap duplázott a BL-ben. Jaj! Megnyomtam a passz gombot. David Alaba, Thiago, substitution imminent now. No, Ronaldo. Shot up. Close. Ooh, yeah, yeah. Az már, de túl sok erő volt, nem baj, cseréljünk most már. Casemiro, Isco, egyértelmű. Hát nem tudom. Így elég. Egyenlőre a két csele. Vidal jön fel Thiago helyére. És most jönnek a mi cseréink. Így van. Vegyetek játékvezető is lefőt, mint a kávé. Arturo Vidal. Trying to switch on the attacking power in this situation. And shoots! He's had a goal. Volt ez rossz támadás. So we're coming down now towards the last. Ribéryt is lehozták. Modric. Came in with the challenge and the ball broke free. And Ronaldo moving forward with some danger to the opposition. Now they're here. Coman. Hummels. 7 minutes to go. Hát nem születik sok gól, de hát még hozzá kell szokni nagyon. Mm,
Jó, jó védés volt Neuertől. És vége. Hát 1-0 Bayern ellen. Hát gondoltam, hogy ezt minden meccs után végig kell zongorázni. Nézzük meg még egy meccset. Mondjuk egy interjú Juventust. Jó, Edic. Már a Tomó is itt van. D'Ambrosio jó lesz. Handanovic jó nagy értéket kapott. Erkin ugye már nincs itt. Bekölcsön adták. Kandreva. Hát inkább őt rakom be. Banega jó lesz. Anszádi is itt van, hát ő megy be akkor Erkin helyére. Jó, van, jó lesz így, mehetünk. Interjúve? A Bridge-en ismét. Na most kíváncsi vagyok a Juve kezdőre. This is Inter's lineup. Samir Handanovic starts in goal. Mauro Icardi is the sole striker today. Hát az Inter nagyon rosszul kezdte a bajnokságot idén. The Juventus lineup then. Gigi Buffon plays in goal. Andrea Bazzali starts with Giorgio Chiellini as the centre backs. Milan Pjanic starts alongside Claudio Marchisio in the middle of the park. It's good to see them going with two strikers today. It is in the north of Italy where there has been so much of the football heritage recorded. Hát ugye itt is vannak még olyan játékosok, akik, mármint a Juventusban, aki jelenleg, vagyis már nem a csapat tagja. De hát Higuain itt van. Az a lényeg nekik. Meg Dybala. Now Dani Alves. Mario Marchisio. A lot of defenders between. Pjanic is itt van a Rómából, ugye. Well, that's a good clean tackle to stop the attack. Perisic. He's coming forward with some danger. Well, he's got the ball there and dealt with the danger, really. Well, it is a big, big event in Italian football when Inter and Juve play. They attract so much interest wherever they play. When they play each other, it's special. It is two of the old aristocrats. Banega, ugye az Inter a Sevillától vette.
to live up to the billing here. Icardi! Oh, well saved. Eléggé üresen hagyták Icardit. Just working away to try and find an opening. And he's got the ball away from him with the tackle. Inter now looking for some attacking inspiration. Keeping the move going. Good patient build-up play. Not quite the end. Brozovicot is elég sokan meg akarták venni a nyáron, csak nem engedte el az Inter. De jó indítás lett volna az. Kandrévát ugye sikerült a Lációtól nekik megszerezni. Jól igazolgatott az Inter a nyáron, de valahogy mégse állnak össze a dolgok, nagyon-nagyon rosszul kezdték a bajnokságot. Most volt meg a hétvégén az első győzelmük éppen, hogy a Pescara otthonába. Icardi a 92. percben lőtte a győztes gólt, talán az ő duplájával nyertek. Hátrányból kellett fordítani. Hát a Juventus megvezeti a bajnokságot, hát ez egyértelmű volt. Hoppá, egy felső kapufa. Dani Alves. And he's up for the header. And they've cut it out. Dybala. Well read by the defender. Good forward play from them. Trying to find a way through here, probing away. Oh, a szabad rugás befelé. És egy sárga. Ez kirúgás? Nem láttam pontosan. Aha, igen. Van még a fejjelte mellé. Miralem Pjanic. Pereira. Dybala. Good challenge here. Rúgás volt vajon? Ezek szerint nem. Azt a kurva, hogy az utolsó pillanatban ér oda. Úristen. Miralem Pjanic. Dybala trying to find an opening, not panicking. Megbosszulja magát a dolog. Hát az átrapasztolt, hát hogy? Majdnem adtam egy gólpaszt. Nagyon gyengék a lövések. We're ready to go for the start of the second half and Juventus to kick off. Miralem Pjanic. Ez a kedvenc felállásom úgy, ez a 4-2-3-1, de hát a mai nagy csapatok már a legtöbbje így játszik. Mondjuk a Juventus ez való kivétel. Ugye a 3-5-2-vel. Well, this attack has got a bit of menace to it. Comes in strongly. One possession back with that tackle. No, Icardi. Azaz. Hát ez is elég gyenge lövés volt. Még azt is gyakorolgatni kell.
position here with a fine goal. Was a good goal, and it came at a crucial time, I think, for his side. Captain's input there. Had to wait a while to get the first goal of the game. He sensed it was coming, it's finally arrived. Ha jól emlékszem, eddig azért a FIFA 17 demokba benne volt a Barca. Most meg nincsen. Egy csere. Kedira jön fel. Perisic. Gary Medel. It's Inter with a chance. Comes in with a tackle. This is an exercise in space to try and hit it now. Mindig a lövés előtt lekapják a lábáról. Mindig a lövés előtt pont. Lehet, hogy hamarabb is kellene lőnöm. I'm getting into attacking positions here, Juventus. Very good passes. This team are passing the ball beautifully. Well, they're building steadily here, working away. That's the brilliance of the back heel. It looks great when it works. Opa. Great interception. Still 20 minutes to go. Here's Alexandra. He's coming forward. With some danger, and in goes the cross. The keeper can play this one. Easy hand on Ovisna. Jó lenne cserélni, mert fáradtak. Van még a helyére, hogy nézem. Jovetic. Rodovic helyére meg még jó. A többiek jó. Perisic. Substitution about to happen. Ú, de jó labda. Azt a rohadt. Buffon able to stop that without turning a hair. Legalább most az indítás jól összejött. Leonardo Bonucci. Good way to nick the ball back. Quick thinking. Oof, az is jó lett volna. Until that challenge. Sami Khedira. Little piece of interplay between the two. A timely challenge. Still 7 minutes left on the clock. Into the attacking third. Megint a lövés pillanatába. Dani Alves. Dybala. Nem megy ki a labda, nem lesz csere. Uva. Szépen hozta el Dybala. Perisic. Added time coming up. There'll be 2 minutes of it. Hát nem lesz csere, úristenem. Hát ez is egy nullos, egy nullás meccs. Nem baj, jónak tűnik. Úgy összességébe. Milyen csapatok vannak meg már? Lyon, Párizs, Real. Jó, hát ez lett volna a FIFA 17 demo gameplay. Fogok még vele jönni, mert ugye ki akarom próbálni a másik játékmódot is. Meg játszok még majd barátságos meccset is.
Úgyhogy mondom, összességében nagyon jó a játék. Még szokni kell ugye az új szöglet, új szabadrugás, új 11-es minden, ezeket még gyakorolni kell lesz, de jó amúgy. Lehet, hogy majd még a grafikát kicsit lejjebb húzom. De mondom, jó lesz, passza lesz. Na, köszöntöm szépen a figyelmet, majd jövök még vele. Sziasztok!